Kedves magyar testvéreim, szabadság szerető barátaim! Orbán Viktor szerint ma Magyarországon munkaalapú társadalom van, ezt oly gyakran szereti hangoztatni, hogy aki dolgozni akar, dolgozhat. Csak hogy a valóság, mintha nem támasztaná alá a miniszterelnök szavait. Mit látunk az elmúlt időszakban? Azt látjuk, hogy aki dolgozni akar, azt fenyegetik, zsarolják, majd pedig kirúgják. Csak azért, mert egyéni döntés alapján nem kívánja felvenni a Covid-oltást. Szerintünk ez nem munkaalapú társadalom. Mert ahol aki dolgozni akar, azt fenyegetik, zsarolják, és bizony ilyen információk is eljutnak hozzánk, emberi méltóságában megalázzák, listát vezetnek az oltatlan munkavállalókról, az nem munkaalapú társadalom, de legfőképpen nem szabad társadalom, hanem Covid diktatúra. Igen, kedves barátaim! Eljutottunk oda, hogy ez a helyzet. Erről persze nem beszél sem a Fidesz, sem a balliberális oldal sajtója. Erről csak mi beszélünk, erről csak itt lehet hallani. De higgyétek el, napi szinten százával érkeznek hozzánk a megkeresések. Olvassuk, halljuk a hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb történeteket. Csak hogy egy példát mondjak, a legutóbbi, amit olvastam, mielőtt elindultam ide. Egy édesanya, aki bizonyíthatóan egészségügyi kockázatok miatt nem vette fel az oltást, beteg gyermekét egyedül neveli, ezek mind nem számítanak neki. Kerüljön csak az utcára gyermekével együtt. Egy valami számít a kormánynak, a profitéhes vakcinagyártók érdeke, az átláthatatlan, közvélemény előtt eltitkolt szerződések a nagy gyógyszeripari cégekkel, hogy el kell oltani minden vakcinát, ez a fontos csak nekik. Viszont, hogyha egy kormány így kormányoz, az a legcsekélyebb mértékben sem nevezhető a magyarok kormányának. Hol van a szabadságharcos Orbán Viktor, aki olyan gyakran szeret szabadságharcolni Brüsszellel, persze csak kommunikációs szinten persze, de az elmúlt egy-két évben mit láttunk, hogy a lezárások tekintetében úgy olvad be a nemzetközi trendbe, hogy arra nincsenek szavak. Amikor ténylegesen tétje lett volna annak, hogy nemet kellene mondani, akkor nem volt ehhez bátorsága. A Mi Hazánk mozgalom szerint viszont lenne bőven tennivaló az országban, munkaügyi szempontból is. Felsorolni is nehéz lenne, hogy mi minden nincs rendjén. Az elmúlt 30 évben nincs rendjén, ezt ki kell hangsúlyozni, mert akár a Fidesz, akár a baloldal volt hatalmon, ugyanazt mondták és tették, ahogy napjainkban is, ezért látjuk azt, hogy létrejött a Covid-koalíció, mert akárhogy is nézzük, nem látunk mást, mint hogy ugyanazt mondják. Akár Gyurcsány legújabb bábja, Márki-Zay Péter, akár Orbán Viktor, mindenre egy a válaszuk, lezárások és kötelező oltás. Szerintünk viszont békén kellene hagyni az embereket és a munkavállalókat ezzel, és ténylegesen a valódi munkaalapú, organikus társadalom létrejöttén kellene munkálkodni. Mert mi volt az elmúlt 30 évben, akár Fidesz, akár baloldal volt? Mind a kettő szolgai módon szolgálta ki a multinacionális cégeket. Hát maga Orbán Viktor mondta, hogy az a jó, ha olcsó munkaerőt tudunk adni a multiknak. Mindezen túlmenően pedig a munkavállalói érdekképviseletet teljesen kiüresítették, a szakszervezetiséget szétverték, nagyon sok helyen lábbal tiporják a munkavállalói jogokat. A munkatörvénykönyve számos helyen nem több, mint egy közönséges papírrongy, fizetések tekintetében pedig Európa sereghajtói közé tartozunk, ez szégyen és gyalázat. Az ígérgetés persze ment mindig a részükről, de valós szándék nélkül azt soha nem akarták betartani, ezért dolgozik több százezer honfitársunk külföldön. Viszont, hogyha így állnak hozzá, akkor a Mi Hazánk mozgalomnak azt kell mondania, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a folyamatokat megfordítsa. Összefoglalva, nemzeti ellenállásra van szükségünk a Covid diktatúra fenntartóival szemben, mert hogyha valóban egy kellőképpen nemzeti érzelmű kormányunk lenne, amilyen nem volt a rendszerváltás óta,
de már több mint 70 éve nem volt igazából, akkor nem engedhetné meg magának ezeket. Tehát a nemzeti ellenállásra azért van szükség, hogy a Covid diktatúrát elsöpörjük, és én biztos vagyok benne, hogy a magyar emberek nem fogják hagyni, hogy ezt megtegyék velük, mert mi a szabadság népe vagyunk, annyiszor bizonyítottuk már történelmünk folyamán, hogy ezt nem tehetik meg velünk, és akinek elege van ebből az egész őrületből, az jövő év tavaszán szavazzon a Mi Hazánk mozgalomra, és szüntessük meg ezt az egész őrületet. Mert őket nem érdekli más, csak a kötelező oltás, nem érdekli az, hogy adott esetben összeomlik az oktatás, vagy a rendvédelem, nem lesz, aki megtartsa gyermekeinknek az órákat, vagy nem lesz tűzoltó, aki a tüzet oltsa, nem lesz börtönőr, aki a bűnözőket őrizze, vagy rendőr, aki üldözze őket, ez mind nem érdekli őket. Minket viszont érdekel, mert minket a magyar emberek érdekelnek, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jövő év tavaszán a Covid diktatúra híveinek arcára fog fagyni a mosoly, és véget vetünk ennek az egész őrületnek, és itt ezen a ponton még hozzá szeretném fűzni, minket nem érdekel, hogy ki oltott, vagy ki oltatlan. Számunkra mi éppen ugyanolyan fontos minden magyar testvérünk, ezért legyen az a jelszavunk, le a Covid diktatúrával, fel a győzelemre! Köszönöm!